Nemrég volt egy komoly konfliktus a Trigorinnal. Együtt maradnak? Persze, abszolút. Igen, vannak kilengések, de teljesen liberális a kapcsolatunk, úgyhogy együtt maradunk. Nem zavarja, hogy Trigorin Ninát szereti? Hát tulajdonképpen már válaszoltam az előző kérdésemre, zavar persze, hogy zavar, de van ilyesmit, megengedünk egymásnak, vagy amit az élet hoz, megpróbáljuk túlvészelni, de együtt maradunk, ez egy régi kapcsolat, és megyünk előre, mint a tank. Mi, vagy ki a legfontosabb dolog az ön számára az életben? Hát a színház az nagyon fontos. A szerepek, a készülés, hogy jó állapotban legyek mindig. A színpadon, este 7-től 10-ig ott tudjak lenni. Nemrég el akarta hagyni Arkadinát. Miért? Van úgy, hogy az ember találkozik valamivel, amivel az életében még eddig nem találkozott. Megtörténik, és elsöpör mindent, ami eddig volt. Jön egy szerelem, ami annyira tiszta, hogy egyszerűen nem lehet kitérni elől. Igen. És ami eddig volt, az meg elmúlik. Mégis együtt utaznak el Arkadinával. Mi lesz Ninával? Két nőt akar szeretni? Tehát azért ez egy bonyolult helyzet, tehát valamit leépíteni az embernek magában, az nem olyan, nem lehet rögtön elszakítani mindent. Meg kell adni a kifutását a dolgoknak, hogy melyik tud igaz lenni, mire van szükségem. Valahogy benne kell lenni mind a kettőben. Meglátjuk, hát minden utána mi. Mit gondolt Repjovról? Van helye mindennek, Repjovnak és Trigorinnak is. Az útkeresésnek és mindennek, nem abba a stációban van, ami minden alkotó ember átmegy, persze. Kételkedünk és keressük a helyünket, remélem megtalálja ő is. Trepjovot vagy Trigorint szereti? Trigorint. És Trepjovot is. De Trepjovot már nem úgy, ahogy eddig. Úgy szeretem, mintha testvérem lenne. Trigorint pedig szerelemmel, szenvedéllyel, felesége akarok lenni. Trigorin elutazott Arkadinával. Mi lesz most önökkel? Hát utána megyek. Tehát, hogy majd Moszkvába találkozunk. Ez most mindegy, hogy most ők elmentek. Végeredményben most kezdődik az életem. Azt érzem, hogy most. Ez az első lépés. Találkozunk Moszkvában is, és én színésznő leszek. Ő pedig a férjem. Ez biztos. De így kell lennie. Lázadónak tartja magát? Már nem. Az voltam, de egyszer csak elmúlt. De hát ez így van, ennyi, gondolom. Mit gondol az anyjáról? Lélektani esető. Hát egy színésznő. Különféle ingadozás, hangulat ingadozásai vannak. Már rá sem haragszom. Haragudtam rá, értelmetlenül, ma mai napig értelmetlenül, de elfogadom már neki, ez így jó, akkor így jó. Miért akart Trigorinnal párbajozni? Ez
Most már mondhatom, hogy neki összejött az, ami nekem nem. Ő egy sikeres író. Én csak szerettem volna egy sikeres írót. Ez az egyik. De szerintem talán nem, ez a, nem is ez a legfontosabb. A másik dolog az, hogy ugye ő az anyámmal együtt él a mai napig, és az alatt az idő alatt ő beleszeret az én szerelmembe. És ez a lány igazából miatta elhagy. Most lenne igazán okom haragudni rá, hogy ennyi idő eltelt. De azt érzem, most már valamennyire ezt feldolgozta. Bár soha nem felejtek, mint hogyha azt se tudnám elfelejteni, ha a pofon vágtak volna. Mi lesz önnel és Ninával? Nincs, most nincs itt.